Néhány napja kezdett ismét dolgozni a városban egy Brassó megyei vállalkozás, amelyel évek óta jó partneri viszonyt ápol a polgármester hivatal. Minden fűtéssel kapcsolatos munkálatokat ők végeztek Székelyudvarhelyen. Most a két betlen lakótelepi kazánházat kapcsolják össze. Ennek célja, hogy az Urbán Rt. Udvarán lévő biomasszás kazánnal előállított hőenergiából mindkét fűtőházat elláthassa a közüzemek. Ezáltal olcsóbban állíthatják elő a meleget. A költséghatékony megoldásért 1200 méternyi vezetéket helyeznek a földbe, amely összekapcsolja a két létesítményt. 3,9 millió lejnek nagy része, 2,5 a már elvégzett munkáknak a kifizetésére lesz használva, és a fennmaradó része gyakorlatilag 1,4 millió a Betlen negyedi két kazánház összekötése. Ezáltal azt szeretnénk, hogy minél nagyobb teret szenteljünk a megújuló energiaforrások felhasználásának, vagyis a biomasszás kazánba előállított hő minél több lakóházba jusson el. Az év végéig ezt a munkát be kell fejezni. Tudni kell, hogy a faürlemény még mindig sokkal kevesebbe kerül, mint a földgáz. A városvezetés nagyban gondolkodik, amint azt már elmondtuk, a meglévő egy mellé további 4 biomasszával működő kazán vásárlását tervezik. Ezeket az Urbán Rt. Udvarára, illetve a Kuvar lakótelepi kazánházhoz szerelik fel. A projekt közbeszerzése most zajlik, ennek lejárta után vásárolják meg a biomasszás berendezéseket. Ezekkel a beruházásokkal el lehet érni azt, hogy a hálózaton lévő mintegy 2200 háztartás, legalább 8000 udvarhelyi lakos jövő évben kevesebbet kelljen fizessen a távhőért.